Kerub sorozat, 9. előadás. Mitosztalanítás. Aki angyalokról és démonokról beszél, kényes területen jár, állandóan a mitosz és a racionalizmus szirtjei között hajózik. Ha nagyon igyekszik elkerülni az egyiket, könnyen hajótörés szenvedhet a másikon. Részemről mindkettőt el szeretném kerülni, de hallgatóimat is szeretettel kérem, hogy ne vonjanak le szélsőséges következtetéseket, hanem keressék az egyensúlyt, és olvasgassák a katolikus egyház katekizmusát. Különösen vonatkozik ez azokra, akik úgy hallgatnak egy-egy előadást, hogy nem ismerik az előzményeket. Pedig az ő bennük fölmerülő kérdések talán részletesen tisztázva voltak egy korábbi előadásban. Az is lehetséges természetesen, hogy egy későbbi előadásban lesznek tisztázva. Az anyag összefüggő egészet alkot. Mint már mondottam, rossz úton jár az a teológia, amely az angyali lény önálló személyes valóságát egyszerűen ki akarja küszöbölni, hogy a mitológiába tévedést elkerülje. A tisztán szellemi, saját értelemmel és akarattal rendelkező teremtmények objektív, tőlünk független létezése hitünkhöz tartozik. Ugyanakkor azonban számtalanszor találkoztam az angyalokkal foglalkozó keresztény irodalomban olyan megállapításokkal is, amelyek a szellemi valóságról úgy beszélnek, mintha anyag volna. Ez jelenthet annyit, hogy egyszerűen képekbe öltöztetik a szellemi mondani valót, amit a Biblia is gyakran megtesz, de jelentheti azt is, hogy hamis, anyagi fogalmat alkottak a szellemi valóságról, vagyis mítoszba tévedtek. Például találkoztam olyan megállapításokkal, hogy a démonoknak testük van. Vagy hogy a démonoknak nincs testük, de szeretnének egyet maguknak, ezért szállnak meg embereket vagy állatokat. Az angyaloknak viszont van testük, hiszen Dániel könyve is mondja, hogy Gábriel angyal repült. Dániel könyve 9. fejezet 21. vers, már pedig a repüléshez szárny kell, ami testet föltételez. Ez dilettáns teológia és telivér mitológia. Nem veszi tudomásul a szellem és anyag közötti radikális különbséget. Gábriel repülése épp úgy szemléltető kép, mint az angyal ábrázolásokon a szárnya. Kifejezi azt, hogy az angyal nem szorul rá a helyváltoztatás földi módjaira, de korántsem jelenti azt, hogy az angyal madarak módjára repül. A térhez való viszonya szellemi viszony. Tudhatni a tér egyes részeire, de azok nem határolják körül. Hogy az angyalok tisztán szellemi lények, az egyértelműen következik abból, hogy természetük szerint magasabb rendűek az embernél. Mint láttuk, az angyalok a Bibliában numinózus lények, Isten felsőbbrendű világát képviseli. Sőt, mint szintén láttuk már, az angyal az archaikus szimbólumok nyelvén maga a teofánia, Isten tapasztalható jelenléte, az angyal szava, Isten szava. Felsorolok néhány ilyen helyet, Teremtés könyve 16. fejezet 6-tól 14. versig, Kivonulás könyve 3. fejezet 1-től 6. versig, Bírák könyve 2. fejezet 1-től 4. versig, és 6. fejezet 11-től 24. versig. Még az új szövetségben is kísértésbe esik az ember, hogy az angyalt imádja, mint a Jelenések könyve 19. fejezetének 10. versében látjuk. Bár az angyal nem azonos Istennel, mégis ahol megjelenik, ott valami megnyilvánul Isten szentségéből. Numinózus természetét a bukott angyal se veszti el, mint látjuk például Jób könyvében, amikor eljöttek az Isten fiai, hogy az Úrnál jelentkezzenek, a sátán is közöttük volt. Jób könyve 1. fejezet 6. vers. Isten fiai itt egyszerűen numinózus lényeket jelent, még ha pervertálódott is ez a numinózum. Mindezek szerint az angyal magasabb rendű lény, mint az ember. A Zsoltáros kifejezetten is kimondja ezt, amikor az emberről így énekel,
kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál. 8. Zsoltár 6. vers, ezt idézi a zsidó levél 2. fejezetének 7. verse is. A teremtés hierarchiájában az ember, az egész anyagi univerzum, az élettelen világ, a növények és állatok fölött áll, az angyal viszont fölött áll az embernek is. Bár, mint a Zsoltár mondja, csak kevéssel, hiszen az ember szintén értelemmel és akarattal rendelkező szabad személy. Márpedig, bármilyen a földi embertől különböző lény, amely anyagi szellem egyesüléséből áll, egyenrangú volna az emberrel, és nem állna az ember fölött. Semmiféle űrlény, marslakó, UFO, amennyiben létezne ilyen, nem volna magasabb rendű, mint az ember. Biológiailag tartozhatna külön fajhoz, lehetne erősebb, okosabb vagy ügyesebb, de nem állna elvileg közelebb Istenhez. Akár gyarmatosíthatná is az ember, mint ahogy az európai ember meghódította az afrikai vagy amerikai őslakosságot, de ettől még nem volna nála magasabb rendű lény, mint ahogy az európai ember egy pillanatra sem volt magasabb rendű lény az afrikaiaknál vagy az indiánoknál. Minden anyagból és szellemből összetett lény egzisztenciális rangja pontosan egyenlő volna a földi emberével a teremtett valóság hierarchiájában. Metafizikailag ugyanazon fajhoz tartoznánk. Az angyal viszont, legyen szent angyal vagy bukott angyal, természeténél fogva magasabb rendű az embernél, ez pedig csak is úgy lehetséges, ha nincs szellemből és anyagból összetéve, hanem tisztán szellemi valóság. Ez nem pusztán teológiai vélemény, hanem az egyház biztos tanítása. Talán nem lesz fölösleges még egyszer idéznünk a katolikus egyház katekizmusának már idézett helyét, 328. pont, hitigasság, hogy szellemi, test nélküli lények, akiket a Szentírás általában angyaloknak nevez, léteznek. Ezt a Szentírás épp oly világosan bizonyítja, mint az egybehangzó szent hagyomány idézet bezárva. Akik a Bibliából mást vélnek kiolvasni, a fundamentalista szó szerinti Biblia magyarázat hibájába esnek. Azonban, ha az angyalok mi voltát fizikai testként akarnánk értelmezni, kitennénk magunkat a materialista érvnek, hogy nincsenek angyalok, mert a radarok nem érzékelik őket. Mint ahogy komolyan elhangzott az állítás, hogy nincs Isten, hiszen az űrhajósok nem találkoztak vele. Igen, a hit ellen felhozott érvek gyakran megállják helyüket a mitológia ellen. Olyan Istent tagadnak, akiben mi se hiszünk, és olyan angyalokat cáfolnak, akiket mi is tagadunk. Ezért fontos, hogy hitünket mitológiától mentesen őrizzük meg. A mítosz és a racionalizmus Szillája és Karibdisze között elhajózva, vagy inkább föléjük emelkedve, képviseljünk hiteles természet fölöttiséget, amely nem irracionális, de nem is racionalista. Hogy a szellemi valóságról szóló beszéd során olyan könnyű mitológiába tévednünk, azért az ember összetett szellemi anyagi mi volt a felelős. Értelmünk használja érzékelésünket, fogalmainkat nem tisztán szellemi intuícióval nyerjük, hanem az érzékelésből absztrahálva. A konverzió ad fantasmata, a képzetekhez való odafordulás egyik alaptétele Aquinói Szent Tamás megismerés elméletének, és pedig teljes joggal az érzékelhető képekkel dolgozó képzelet állandóan működik az emberi gondolkodás folyamán, modellként szerepel az elvont logika számára, amely enélkül a modell nélkül egy lépés sem bírna tenni. Ez nem is baj, amíg tudatában vagyunk annak, hogy az érzékelésből absztrahált gondolat a szellemi valóságnak mindig csak analóg és nem sajátos fogalmait képes megteremteni. Amelyik pillanatban azonban ezt szem elől tévesztjük, a fantázia önállósítja magát, és előáll a mitológia.
Legutóbbi előadásomban részletesen ismertettem Remete Szent Antal harcát a démonokkal. Ilyen részletes beszámolónk magában a Bibliában sincs. Fölmerülhet a kérdés, csak ugyan realitásként kezelhetjük-e az olyan mozzanatokat, hogy a démonok a sírboltban vagy a pusztában tanyáznak. Továbbá, hogy fekete gyerek, csodaszép nő vagy acsarkodó vadállatok alakjában jelennek meg, és a pusztai erődben hangos kiáltásokkal zaklatják a remetét. Valóban autentikus hit tapasztalattal van dolgunk, nem tévedtünk mitológiába? Válaszul megismétlem, hogy Szent Atanáz magának Antalnak személyes beszámolói alapján írta meg a remete életrajzát, ezért azt lényegében hitelesnek kell tekinteni. Megismétlem továbbá, hogy feltehetőleg vannak benne didaktikus mozzanatok is, amelyek hitbeli realitások szemléltetését szolgálják, hogy hol van a pontos határ, Antal konkrét tapasztalatai és az egyházatya tanító szemléltetései között, azt nagyon nehéz volna megmondani. A Szentírásnak is akadnak olyan részletei, amelyekről tudjuk, hogy nem minden estő történeti beszámoló, de azt is tudjuk, hogy lényegükben hitelesek, és nem mindig tudjuk teljesen elválasztani a szigorúan történeti részleteket a szemléltető részletektől. Ezek a bizonytalanságok azonban csak részletkérdéseket érinthetnek, sohasem a hitigasság lényegét. Mindez koránt sem jelent mitológiát. A mítoszban az emberi fantázia a hit helyébe lép. A szemléltető kép azonban nem mítosz. Még akkor sem, ha történetesen mitológiából van merítve. Mert a hitigasságot fejezi ki, amíg a hit a mérce, az elbeszélés hiteles marad. A racionalista szemében természetesen semmi különbség nincs a hit és a mítosz között, szerinte mindkettő csak az emberi fantázia terméke. Ahol azonban Isten határtalan szentsége valóban áttöri az emberi tapasztalat határait, ott hiteles természet fölöttivel állunk szemben. Még akkor is, ha ezt szuverén módon fölhasználja az emberi fantáziából származó képeket igazságának szemléltetésére. Hogy Isten titokzatos neve a JHVH, Jahve, csak ugyan egy égő, de el nem égő csipkebokorból hangzott el először, ez a részletkérdés tökéletesen mellékes az igazsághoz képest, amit az önmagából táplálkozó tűz szemléltet, a szuverén és abszolút isteni vagyok igazságához képest. Hasonló módon az Antalt támadó, mégis tehetetlen vadállatok erőteljesen kifejezik a bukott angyalok attitűdjét az Istennek adott emberrel szemben. Akkor is, ha feltesszük, hogy az esemény ebben a formában nem történt meg. Megmondom azonban határozottan, hogy csak nagyon mérsékelten, jelentéktelen részletek esetében vagyok híve a Szent Antal életrajz ilyen jelképes értelmezésének. Úgy gondolom, Szent Atanáz írása szabad, de hiteles elbeszélés. Ami Antallal történt, az bizonnyal szélsőséges eset, de szélsőséges az az emberi szituáció is, amelyben föllépett. A remeteség és az abból kinőtt szerzetesi életforma születéséről van szó, ami meghatározó elemévé vált az egyház életének, ami pedig az életrajz egyes elemeit illeti, teológiailag nem szól ellenük semmi. A sírbolt és a sivatag, mint a démonok lakóhelye jelenik meg. A halál a sátán irigységéből jött a világra, mondja a bölcsesség könyvének 2. fejezet 24. verse, ezért a halál birodalma közvetlen vonatkozásban van a sátán birodalmával. A gerazai megszállott, akin egy légiónyi tisztátalan lélek uralkodott, a sírboltokban lakott, ahogy a Márk evangélium 5. fejezetének 3. versében olvassuk. A győztes féreg, aki Pó költeményében az Ember című dráma hőse, jó szimbóluma a gonosz gyilkos uralmának. Ezt a szimbolikus összefüggést csak Jézus Krisztus keresztje töri meg.
a keresztekkel, vagy más keresztény szimbólumokkal jelzett sírok nincsenek átengedve a démonoknak, hanem mint a gyönyörű bizánci temetési ritus megfogalmazza, a feltámadás napjára vannak lepecsételve, hogy aztán a temetőkkel kapcsolatos babonás félelmek és kísértett mitoszok is belejátszanak a temető mint démonizált hely képzetébe, azt oktalanság volna tagadni, ám mint mondottuk, a mitikus képanyag is szolgálhat hitigasság kifejezésére. A sivatag a maga ürességével szintén alkalmas szimbóluma a démoni egzisztencia ürességének. A Máté evangélium Jézus ajkára adja a kijelentést, amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken jár, és megnyugvást keres, de nem talál. Máté 12.43. A Tórában elő van írva, hogy az engesztelés napján egy kecskebakra kézrátétellel jelképesen rá kell helyezni Izrael minden bűnét, aztán a bakot ki kell vinni a pusztába martalékul Azazelnek, a sivatagi démonnak. Leviták könyve 16. fejezet, 5-től a 26. versig. Innen származik a bűnbak kifejezés. A szokás talán mitológiai eredetre megy vissza, itt azonban az igaz Isten kultuszának részét képezi, mint jelképes tisztulási szertartás. Amikor Izaiás próféta Babilon pusztulásáról jövendől, a város pusztasággá válását így írja le: pusztai vadak tanyáznak ott, a házaik megtelnek baglyokkal, strucmadarak laknak majd ott, és démonok kísértenek. Izaiás 13.21. Edom pusztulásáról, ugyancsak Izaiásnál, a következőket olvassuk. Sakálok lakóhelye lesz, és strucmadarak tanyája, vadmacskák találkoznak ott hiénákkal, és démon kiáltatásának. Izaiás 34, 13. és 14. vers. A Tóbiás könyvében szereplő Azmódeus démon is Felső Egyiptomba menekül. Oda, ahol később a remeték telepei kialakultak. Ráfel angyal ott kötözi meg. Tóbiás könyve 8. fejezet 3. verse. Látjuk tehát, hogy a puszta, mint a démonok lakóhelye, polgárjogot kap a Bibliában. Föl lehet tenni azonban a kérdést, erőteljes szimbólumról van szó csupán, vagy arról, hogy egyes helyeken csak ugyan ott tartózkodnak a bukott angyalok. Próbáljunk szavatosan beszélni. Angyal, ha szent, ha bukott, semmiképpen nem tartózkodhat egy helyen úgy, hogy az körülhatárolja őt. A geometriai körülírtság ugyanis a testek tulajdonsága, és az angyal nem test. Ha egy angyal jelen van a térnek bizonyos részében, ez csak egyféleképpen érthető, hatást fejt ki, működik, tevékenykedik azon a helyen. Az angyalok eszmehordozók, az anyagra úgy gyakorolnak hatást, hogy kifejezésre juttatják benne az általuk képviselt eszméket. Így a sírokban a halál eszméjét, a sivatagban a sivár üresség eszméjét, ebben és csak ebben az értelemben a temető és a sivatag valósággal a démonok lakóhelyének tekinthető. De nem csupán a sivatag és a temető, pogány kultusz helyek, mágikus célra használt helyek, sátánista rítusok helyei, káromkodástól, részegeskedéstől megfertőzött helyek mind démonok tanyájává válhatnak. Az egyes területek szellemi befolyásoltságáról még részletesebben is kell beszélnünk. Már említettem egy esetet, amikor egy 9 éves fiút támadott meg egy démon egy tengerparti vikendházban. Ismerek egy hívő keresztény hölgyet, aki élete során egyszer olyan lakásba kerül, amely a benne lakó részeges idős férfi halála folytán üresedett meg. Egy éjjel a hölgy arra ébredt, hogy sötét alak áll az ágya mellett, majd leül rá. Jézus nevét kiáltotta, bár olyan nyomás nehezedett rá, hogy csak nehezen tudta kimondani, Jézus nevére a betolakodó eltűnt.
A lakásban kétségtelenül démonok voltak. Házszentelést és szabadító imát kellett végezni benne. Tárgyakhoz ugyanúgy tapadhat a démoni jelenlét, mint helyekhez. Ezt a témát itt csak megpendítettük, és később részletesen ki kell fejtenünk. Remete Szent Antal életrajzában ennél is feltűnőbb két dolog. A démonok látható megjelenése és a fizikai bántalmazás. Utóbbiról már röviden említettem, hogy az anyagban kifejezésre jutó eszméken keresztül valóságosan is minden mitológia nélkül megtörténhet, és bőséges helye van a misztikus tapasztalatban. Később még részletesebben kell tárgyalnunk a démoni ártalmak formáit, akkor erről is többet beszélünk. Most azonban foglalkozzunk a démonok, vagy inkább általánosságban az angyalok megjelenéseivel. Tóbiás könyvében Ráfael angyal szabályszerűen emberi alakot és emberi nevet vesz fel, és egy hosszú utazást tesz meg Tóbiás társaságában, aminek során, ha feltételezzük a történet valóságát, minden emberi életfunkciót szabályosan végez. Régebben a teológusok ezt az elbeszélést szorosan történetinek tartották, és ezzel kapcsolatban elméletet kellett alkotniuk arról, hogyan ölthetnek emberi testet az angyalok. Az elmélet az volt, hogy ilyenkor ruhaként használnak egy külön számukra teremtett emberi testet. Csak hogy a test magasabb fokon szervezett, mint a ruha. Ha az angyal oly módon szervezi meg az anyag számára kiutalt részét, hogy az emberi testként funkcionál, akkor bajosan látható, mi a különbség az anyagot emberi testként működtető angyal és az anyagot emberi testté szervező emberi lélek között. Ha az angyalok így módon bármikor megtestesülhetnek, az emberiség egy része bármely pillanatban tetszés szerint angyalokból állhat, talán bukott angyalokból is. Sohasem tudnám, melyikkel beszélek éppen. Márpedig az egyház azt tanítja az emberiségről, hogy egységes, és minden tagja Krisztus vérén van megváltva. Részemről azt vallom, hogy az anyag emberi testé szervezése az emberi lélek specialitása, és még a megtestesült ige esetében is csupán azért volt lehetséges, mert ő teljes emberségünket magára vette, és így valóságos emberi lelke volt. Az Istentől teremtett műtest elmélete számomra mitológikusan cseng. Ma már nem gondoljuk, hogy Tóbiás könyvét szigorúan történeti értelemben kellene venni, inkább tanító elbeszélés az, lelki tanulságai érvényesek, de a történet maga a szerző fantáziájának műve. Tóbiás könyvén kívül is bőségesen találkozunk azonban angyali jelenésekkel, mind a Bibliában, mind pedig a misztika történetében. Hogyan magyarázzuk ezeket? Nos, az angyal képes hatni az anyagra, képes hatni az emberi testre és az emberi idegrendszerre is. Előd István a következő mechanizmust vázolja föl, amikor Isten azt akarja, hogy egy angyal által közvetített kegyelmet jelenés formájában ismerjen föl valaki, akkor úgy hat az illető fantáziájára, hogy az illető a maga vizuális vagy auditív képességeinek vagy ezek együttesének megfelelő formában kivetíti, objektiválja a hatást. Idézetbe zárva. Ebben a teóriában az nem tetszik nekem, hogy Isten az, aki a befogadó fantáziájára közvetlenül hat, az angyal maga pedig csak statisztá, passzív marad. S ha az angyal történetesen bukott angyal, ördögi mondani valóját Isten fogja közvetíteni az embernek. Eddigi megfontolásaink egészen más irányba mutatnak, maga az angyal, teremtett mi voltánál fogva, képes hatni mind a külső anyagra, mind az emberi érzékekre, köztük a belső érzékekre, így a fantáziára is. A látott és hallott tünemény magának az angyalnak műve. Csak nem az élettelen anyagon végrehajtott műve, hanem olyan működés, amelyet az angyal az emberen gyakorol.
a szent angyal Isten küldetésében járva, a szentségtelen angyal pedig Isten elleni dühöngésében. A remete Szent Antaltól látott csábító szép nő, vagy a támadó vadállatok ebben az értelemben lehettek reálisak. Démonok voltak, de nem saját alakjukban. Többek között azért, mert nincsen saját alakjuk. Kovács Gábort hallották.